Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, ez a Hetek Originals, és itt a stúdiónkban Surjányi Leher újságíró kollégám most először ebben a formában. Szervusz! Szervusz Péter, üdvözöllek téged is, és a kedves nézőket is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A lapunknak az olvasói már cikkekből, cikkek szerzőjeként ismerhet téged, illetve ismerhetnek a Hit Rádiónak a hallgatói is, mint riporter. Többek közt Márki-Zay Péterrel készítettél ezelőtt egy hónapja? Nagy, szeptember elején készült. Vagy ez még régebben, szeptember elején. Egy interjút, aminek komoly visszhangja meg átvétele is voltak. Mennyiben változtatta meg ez az elmúlt két év? Milyen tanulságokat szűrt le ebből az időszakból? Hát én azok között voltam, aki nem gondolta azt, hogy győzni fogunk. Nyilván egy jelölt nem fog azzal kampányolni, és szerintem veszíteni fogunk. De őszintén szóval, tehát egy akkora erőfölényben volt a Fidesz mindvégig, és ez még azt is lehet mondani, talán fokozódott is. De ők nagyon komolyan vették. Tehát az látszott, hogy most először 12 év alatt először úgy érezték, hogy ezt elveszíthetik, ezt a választást. Itt az adás előtt felvetettem a kérdést, hogy mit szeretsz jobban írni, vagy beszélni. És én meg nem tudtam rá válaszolni. Hát ha azóta meg van a válasz? Hát jó kérdés, nehéz kérdés. Tehát az interjúkat én nagyon szeretem, és abból a szempontból főleg, ahogy látom, hogy te is gyakran a Oriana Fallacira szoktál hivatkozni a podcastjaidban, meg cikkekben. Na, ahogy ő csinált interjúkat, az például nekem nagyon tetszik, hogy amikor megpróbál egy komoly tényezőnek számító politikust, vagy közéleti szereplőt úgymond úgy megfejteni, és olyan kérdéseket tesz fel, hogy úgy meg lehessen érteni az illetőt, az ilyen jellegű interjúkat nagyon szeretem. De ugyanakkor meg a cikkírást is nagyon kedvelem, úgyhogy nem tudom igazából, hogy ha választanom kéne, melyiket kellene. Meg különösen, ha olyan cikkek vannak, amik nem csak egy egyszerű tényközlés, vagy netán egy ilyen vitairat, hanem bele van véve akár irodalmi eszközök, akár olyan jellegű megoldások, amik a cikket egy megjegyezhető, olyan emlékezetessé teszik, azt nagyon szeretem, mert szerintem nagyon hatékony. Igen, és tulajdonképpen ilyen is az a cikk, ami mostani beszélgetésünknek így az apropóját adja. A múlt heti számunkban írtál Fejlődésbe folytott szabadság címmel egy olyan újonnan most november elején elindult nemzetközi programmal kapcsolatban, aminek a célja a digitális személyazonosságnak egy ilyen globális kiterjesztése. És mielőtt belemennénk ennek a részleteibe, mert egy nagyon izgalmas jövőképbe illeszkedik be, ahogyan leírtad, nekem azért tetszett nagyon ez a cikk, és azért örültem neki, mert kicsit volt egy olyan érzésem, hogy hát a digitális innovációkkal, meg jövőképekkel kapcsolatban, hát elsősorban annak a korosztálynak vannak ellenérzései, amihez én is tartozom, akik ugye úgy nőttünk föl, hogy még ezt a kort megelőzően szocializálódtunk. Ugye itt most a Hetek stúdióba beszélgetünk, csak hogy fölidézzem, nem annyira régi az újságunk, 26 évvel ezelőtt indult, de hogy mekkora utat járt be azóta a technikai fejlődés, amikor mi 1997-98-ban elindultunk az újsággal, akkor úgy kellett szerkesztenünk a fotóinkat, hogy be kellett menni az MTI-nek a Naphegy téren lévő központjába, ott be kellett csöngetnünk a fotoarchívumos szerkesztőséghez, vagy részlekezett, előjött a bácsi, és meg kellett neki mondani, hogy most éppen François Mitterrandról, vagy Helmut Kohlról, vagy éppen kiről kérünk fotókat, akkor ő hátra sétált, és papíron előkereste a fotókat, mi rábögtünk, hogy ezt, és ezt, és ezt, és akkor csinált róla a másolatot, és azt kellett elvinnünk. Tehát hogy így indultunk, és tulajdonképpen még ez sem volt annyira régen. Tehát, hogy miért is örültem annak, amit írtál, meg hogy te írtad, hogy van azért a ezen a korosztályon kívül is kritikája ennek a digitális jövőnek. Mi volt az, ami téged ebbe a, mert ugye ez az írás, nem árulunk el a nézőknek titkot, ez egy kritikus írás, és abban, amit megfogalmazol, az pontosan inkább ennek a agendának, perspektívának az árnyoldalaival és a veszéllyel foglalkozik. Mi volt az, ami neked fölhívta a figyelmedet erre a témára? Hát, ahogy el is mondtad, tehát valóban nagyon fontos, hogy ne csak a
úgymond, akik digitális bevándorlókként hivatkoznak magukra, ne csak az ő részükről legyen kritika, hanem egyre inkább legyen kritika azok részéről is, akik igazából a gyerekkorukra se nagyon tudnak úgy visszaemlékezni, hogy ez a világ, ez a digitális világ ne lett volna jelen. Igazából talán az vonzott engem ehhez a témához a szerkesztői megkeresésen túl, hogy ez egy sokkal konkrétabb dolog már, mint amit az eddigiekben láthattunk. Tehát a régi félelem talán a digitális világgal kapcsolatban, hogy a kontroll kiépítésére alkalmas, sok ilyen film van, de még csak nem is kell a digitális világhoz mennünk már, ha emlékszel, talán az 90-es évek volt a Közellenség című film, tehát az is már a technológiát megfigyelési rendszerként láttatta, és azóta még rengeteget fejlődtünk. Úgyhogy ez abból a szempontból nagyon izgalmasnak találtam ezt a témát, hogy nagyon konkrét és programszerű módon van tárgyalnak, nem csak magáról a digitális személyazonosításról, igazából azt is csak egy pillérének tekintik, egy digitális infrastruktúrának. És ez már egy sokkal határozottabb képet ad a jövőről, és könnyebbé teszi azt is, hogy ne egy ilyen konteós stílusban kelljen beszélni ezekről a témákról, ami nagyon félreviszi sokszor a beszélgetést az ilyesmikről. Hadd idézzek egy mondatot. Annak az indiai üzletembernek, a milliárdos üzletembernek től hangzott el, akit te is idézel a cikkedben, illetve ennek a programnak az egyik szponzora, Nandan Nikilani. De azt mondta, hogy ha föltesszük a kérdést, hogy melyek az új világnak az eszközei, akkor a válasz az, hogy mindenkinek legyen egy digitális személyazonossága, mindenkinek legyen bankszámlája, és mindenkinek legyen okos telefonja. Hogyha ezek megvannak, akkor bármit meg lehet tenni, mert minden erre épül. Miért kapcsolódik össze ennek a programnak, egy digitális fejlődési programnak a koncepciója egy ilyen új világnak az építésével? Rendszeresen ugye ezt hallani, hogy van egy technológiai alapú program, ami mindenféle praktikus szempontokat meg célokat fogalmaz meg, de ott van rendszeresen mellette egy ilyen új világra vonatkozó jövőkép. Itt van például az ENSZ-nek az Agenda 2030-as programja, ez egy 60 oldalas dolgozat, aminek a megfogalmazása meg a szövege is olyan, mint hogyha, hát így visszaemlékezve, azért a 60-as éveknek a kommunista utópiáit idézné, mert megfogalmaz mindennel kapcsolatban egy ilyen rózsaszínű jövőképet a bolygóval, a jóléttel, a békével, partnerséggel. Miért, tehát a kérdés az, hogy miért szükséges összekapcsolni a digitális fejlődés, aminek tehát vannak praktikus és általunk is használt és minden nap használt előnyei, egy ilyen utopisztikus jövőképpel? Jó kérdés. Számomra az is kérdés, hogy vajon nem az utopisztikus jövő az alapkiindulás, és annak mint eszköze a digitális fejlődés. Tehát ahogy te is mondod, tehát elég rossz emlékeket idéz föl sok embernek az a fajta program, amit az ENSZ meg más szervezetek elé tudnak tárni az embereknek, és ha ezt csak úgy ráöntenék az emberekre, hogy már pedig ez lesz és kész, akkor valószínűleg sokkal nagyobb ellenállás lenne, mintha kényelmi szempontok alapján választanák ezt az emberek. És ehhez a digitális világ szerintem egy nagyon rossz módon, de nagyon jó eszköz, mert igazából az emberek saját maguk adják föl az életüknek, a szuverenitásuknak különböző területeit, azért, hogy úgymond könnyebb, jobb legyen az élet, és szerintem ilyen módon azért kapcsolódik össze, mert igazából tehát egy aláfölé rendeltségi viszony van a kettő közt. Szerintem ez az új világkép végig a kezdetektől fogva ott volt, csak ez tulajdonképpen most a, nem is tudom, utóbbi 4-5 évben kezd egyre inkább úgy nyilvánvaló lenni, tehát egyre jobban vállalják föl, hogy mit szeretnének, de még most is azért sok a fehér folt ebben, de azért már lehet látni, hogy mire megy ki ez az egész. És akkor nézzük azt, hogy mi ez a konkrét program, amit november elején
mutattak be. Ugye az elnevezése az, hogy 50 az 5-ben, és ennek a kulcs programja egy digitális személyazonosságra épülő egész rendszernek a kiépítése. Mit lehet erről tudni? Igazából úgy, ez az új ilyen varázsszavuk ehhez a rendszerhez, hogy DPI, tehát Digital Public Infrastructure, ami magyarul körülbelül úgy lehetne lefordítani, digitális lakossági infrastruktúra. És tulajdonképpen ez a nagy szintlépés az internet a digi világához képest, hogy most már ezt az internetet is szeretnék egy infrastruktúrális elemként elképzelni. Tehát úgy, mint a közutak például, az egy jó példa erre. Közutakat rengeteg ember használja, mindenki úgymond egyenlően hozzáfér, de kismillió különböző céllal léphet valaki fel az M0-ra, vagy bármelyik másik útra, és így képzelnék el az internetet is, és illetve ezt a digitális infrastruktúrát, hogy ki kell építeni egy olyan rendszert, ami mindenkinek egyenlőképpen hozzáférhető, de nagyon sokféle célra használhatja. Tehát ugyanúgy, hogy egy útról el lehet jutni a kórházba, a boltba, az étterembe, stb. Ugyanúgy az internet is egy ilyen egységes rendszer legyen, amit bármerre lehet használni, és ennek ezt szeretnék építeni ebben a 15-5 programban, tehát aminek ugye az a megfejtése, hogy 50 országban szeretnék a digitális infrastruktúrának legalább egy pillérét kiépíteni 2028-ra, tehát 5 év múlva. És igazából három fő pillért szoktak említeni, nem csak ez a 15-5 program, hanem az ENSZ fejlesztési intézete, illetve akár a Rockefeller alapítvány által létrehozott Code Develop program. Tehát neki, a véleményük szerint a digitális infrastruktúrát három dologra lehet alapozni. Ugye ez egyik a már általad is említett digitális személyazonosítás, ami szerintük megadja a hiteles személyazonosságot az embernek, megadja a hozzáférést a gazdasági lehetőségekhez, a különböző társadalmi lehetőségekhez. Ez az egyik, és akkor van a második, ami az azonnali fizetésekre épülő pénzügyi rendszer. Tehát, hogy a hét minden napján, a nap 24 órájában azonnali fizetések tudjanak menni akár a kormányzat és a lakosság között, akár a lakosság és a vállalati világ között. Tehát egy olyan igazából a mostani bankrendszert is túlmutató pénzügyi rendszert akarnak létrehozni. Ez a második pillér. A harmadik pedig az, hogy az adatok könnyen tudjanak áramlani egymás között. Gondolom a hallgatók vagy a nézők is sokszor csodálkoznak, hogy egy mozi egy vásárlásához is meg kell adni anyjának a vércsoportját is, és mindenhol különböző adatokat kérnek el mindenhol, de sehol nem tudják azt az adatot, amit már máshol megadtál. Na ez a lényeg, hogy ezt szeretnék ők egy ilyen hálózatba kapcsolni, hogy automatikusan az adatokhoz szerintük, tehát akik hozzáférhetnek, azok hozzáférjenek az adatokhoz. Tehát, hogy ne kelljen az embernek sok papírmunkát végezni, ne kelljen sok ügyet intézni, legyenek meg az adatai egy hálózatban, és amikor szüksége van, a digitális világ az adatot viszi oda, hova kell, és ezzel az ő életét nagyon megkönnyíti. Tulajdonképpen ez az a három pillér, amit most építenek ki. Ebben a programban 50 országban, de igazából már sokkal több helyen megy ez. Tehát ez nem egy szervezés van erre, hanem nagyon sokféle program. Akkor jól értem, mert itt, amit elmondtál, pilléreket, tulajdonképpen külön-külön ezeket használjuk mi is a mindennapi életben. Mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek van ügyfélkapuja, lehet kommunikálni a kormányzattal, e-papíron lehet beadni leveleket, gyorshajtási bírságot be lehet fizetni most már a rendőrségnek, személyes tapasztalatból tudom, egy online felületen keresztül, ahol megmutatják azt, hogy milyen fénykép készült rólad, ha éppen ilyenbe futottál, vagy trafifaxba futottál bele. Ugyanígy a banki rendszerek is alkalmasak arra, most már az azonnali fizetésekkel, hogy gyakorlatilag egy vízvezetékszerelőnek már egy otthoni munkánál is lehet átutalással fizetni, mert azonnal megérkezik neki, és ezek a rendszerek, és mozijegyet is lehet, ahogy említett példában is, vásárolni digitális formában, bármilyen eseményre
vagy előfizetést, vagy egyet. Tehát ezek a rendszerek működnek, ezeket használjuk is, és akkor, ha jól értem, ez a rendszer, amit itt kezdeményeztek ebben az 50 országban indulásként bevezetni, az annyiban haladja meg ezeket, hogy ezeken a csatornákon keresztül begyűlő információkat egy valaki összekapcsol, és hozzáférhetővé teszi valaki számára? Ez az, amit úgy hívnak ők, hogy interoperabilitás. Tehát, hogy a különböző rendszerek együtt tudjanak működni. Például szerintem így fiktíven sokkal nehezebb elmagyarázni, mint ha konkrét példákat használunk. Tehát például érdekes Észtország, ahol az úgynevezett X-Road nevezetű ilyen adatbázist létrehozták, tehát a harmadik pillérhez kapcsolódó fejlesztést végeztek. És az a lényege, hogy gyakorlatilag, hogy megszületik egy új észt kisbaba, azonnal a kórház továbbítja ezt az információt például a hivatalnak, amelyik a születési bizonyítványt meg ezeket adja ki. Ők kiállítják ezt, azonnal létrehoznak neki digitálisan, tehát nem kell ezt embernek csinálni, létrejön neki egy biztosítási papír is rögtön. Tehát, hogy az, amit eddig meg kellett csinálni az embernek magától a különböző hivatalokban, ez digitálisan egy azonnali sága legyen ennek az egésznek. És amit mondtam, hogy úgymond hozzáférés, tehát, hogy ezek között most a kórház, a kormányhivatal, az okmányiroda és ilyen hasonló hivatalok között, ők gyűjtik az adatokat, de mindenki úgymond saját adatokat gyűjt, és az a baj, hogy eddig ezt nem kötötték össze, és ezért kell itt is megadnod, meg ott is megadnod, születési év, stb. Mindent, és ezt szeretnék ők feloldani, hogy ezt ne kelljen, hanem egymástól az információt meg tudják szerezni az állampolgárokról, úgymond az állampolgár kényelme érdekében. Észtországban ez már egy működő rendszer. És akkor maradva itt ennél az észt példánál, az így összekapcsolt adatok, azok megmaradnak az ország határon belül, tehát praktikusan az észt kormányzat valamilyen szervének a felügyelet alatt, vagy ez már ebben a nagy összekapcsolódásban máshova is eljutott, máshonnan is hozzáférhetővé válik? Hát ugye ők azt mondják, hogy nem férhet hozzá senki illetéktelen ezekhez az adatokhoz, tehát még csak nem is láthatja, nem tudja módosítani, tehát elvileg egy nagyon komoly védelmi rendszer van kiépítve erre. Tény, hogy nem is lehetett hallani eddig egyetlen olyan esetről se, hogy valami nagy mértékű adatlopás történt volna Észtországban ezen a rendszeren keresztül. Tehát elvileg megvan a biztonság, most persze ezt ki fogja leellenőrizni, ezt nem tudom. Nem is elsősorban a hackerekre gondoltam, hanem hogy ugye itt a elnevezésben is 50 országról van szó, tehát egy nemzetközi hálózatról. Ez az 50 országra való hivatkozás, ez most csak annyit jelent, hogy 50 országban párhuzamosan, külön-külön ezeket a rendszereket megpróbálják fölállítani, vagy már eleve az a cél, hogy a résztvevő országok között országhatáron átnyúlóan is megteremtődhessen az adatoknak a kicserélése, mondom még egyszer, nem külső hacker behatolásokkal, hanem egy valamilyen egyezménnyel szabályozott módon. Tulajdonképpen itt mindegyik kérdésre igen a válasz, mert azt hangsúlyozzák, hogy ezt például nem a Bill és Melinda Gates alapítvány vezeti, ők csak támogatják, ugyanúgy nem az ENSZ fejlesztési célok vezeti, hanem ők csak támogatják, hanem hogy ez országok, kormányok által vezetett program, tehát minden kormány a maga országában saját maga viszi ezt a fejlesztést, és úgymond ő az irányítója, kialakítója ennek, de az is igaz, hogy azt is szeretnék, hogy az interoperabilitás ne csak az országokon belül, hanem az országok között is megvalósuljon. Tehát például az Európai Unió szeretne egy egységként részt venni az ilyenekben, tehát van is már az Európai Unió részéről program arra, hogy ezt a digitális infrastruktúrát úgy építsék ki, hogy például a tagállamok közt ez akadálytalanul megvalósuljanak a szolgáltatások mindenhol. Tehát nem szeretnek erre hangsúlyt tenni még annyira, hanem a kényelmet hangsúlyozzák, de igazából benne van az is, hogy egy úgymond világpolgár legyen így az ember. Uh-huh. Itt a cikkedben írott, hogy a november 8-án útjára indult kezdeményezéshez egyelőre 11 ország csatlakozott, Banglades, Etiópia, Észtország, Guatemala, Moldova, Norvégia, Sierra Leone, Sri Lanka, Togo, Szenegál és Szingapur. Hát így ebből az ország felsorolásból nem éppen a digitális és high-tech
csúcstechnológiát használó országok tűnnek föl elsősorban, hanem inkább, ma már nem szeretik használni ezt a fogalmat, hogy harmadik világbeli, de hát olyan országok, amelyek fejlődő, tehát ezen a szinten még valamilyen nagyon nagy ugrás előtt állnak. Mi lehet ennek az oka, hogy ez egy ilyen ország mixben kezdődik a bevezetése? Érdekes kérdés, én is gondolkodtam rajta, a cikkben van egy pár úgymond megfejtési javaslat, de el tudom képzelni, hogy még sok oka lehet ennek, amit nem ismerünk, vagy nem látjuk még pontosan. Az biztos, hogy egyrészt magának a digitális infrastruktúra kiépítése melletti érvelésnek az egyik legfontosabb bázisa az, hogy szerintük nagyon sokan nem rendelkeznek személyazonossággal, tehát valami 800 millió ember szerintük lényegében személyazonosság nélkül él, amivel nem férnek hozzá banki, gazdasági lehetőségekhez, nem tudnak szavazni, és ennek a nagy része ezekből az országok, tehát az ilyen jellegű országokból származik. Tehát egyrészt ez az egyik oka, hogy itt szeretnék kiépíteni, mert itt van rá igazán szükség. Tehát akár Magyarországra gondolunk, akár bármelyik más nyugati országra, azért nincs ezzel annyira szerintem probléma, hogy ne tudnánk állampolgárokról, ne lenne személyazonosságuk, ne tudnának szavazni. Tehát igazából egy kicsit indokolatlan ez az izgalom. Mindenki megkapja már az adószámát a újszülött a kórházban. Így van, tényleg. Valóban már akkor adóképes állampolgár lesz. De ezekben az országokban elvileg nem ez a helyzet, el is tudom képzelni, mert a globális nagyvállalati világ pontosan ezt a féltekét szereti kihasználni, hogy az olcsó munkaerőhöz hozzájusson, és a saját költségeit lefaragja, úgyhogy el tudom képzelni, nagyon jól rálátnak ennek a térségnek a fejletlenségére. És én ugyanakkor azt is megpedzegettem a cikkben, hogy tekintve, hogy nyugaton ez nem annyira indokolt, lehet, hogy sokkal nagyobb lenne a társadalmi ellenállás is, ha ezt a programot így vinnék. Viszont ezekben az országban, ahol tényleg az a tét, hogy ott van 1 millió ember, akinek lényegében személyazonossága sincs, valószínűleg sokkal könnyebben tudják ezt a programot egy ilyen humanitárius öltözékbe belebújtatni, és sokkal könnyebb ezt a programot egy ilyen jó emberkedő stílusban előadni. Másrészt pedig az is igaz, hogy ugyanakkor szokták ezt is hangsúlyozni, hogy mivel ezeknél az országoknál kimaradt például az ipari forradalomnak sok vívmánya, viszont lehet egy olyan előnyük, hogy ők rögtön a digitálisra tudnak ugrani, és ezért pont digitalizáció szempontjából nagyon igyekeznek fejleszteni ezeken a területeken, tehát akár India, Bangladesh, ezek a vidékek, a IT forradalom szempontjából fontos központok, csak nem annyira talán, mint a szilíciumvölgy, de nagyon igyekeznek a digitalizáción, és ezért is lehet egy jó táptalaja ez a környék, úgymond, ennek a programnak. Igen, ezt mondjuk könnyen elképzelni, hogy egy nagy ugrással könnyebb a legnapra készebb szintű technológiát bevezetni, mint ott, ahol egyébként már működnek ilyen rendszerek, és cserére szorulnának. Ebből a szempontból ez egy... visszautalva az adás elején említettem ennek az indiai milliárdos üzletembernek, aki a Bill Gates alapítvány mellett ennek a 50 az 5-ben programnak az egyik társ szponzora, hogy ő ugye ezt a három elemet emelte ki, a digitális személyazonosságot, a bankszámlát és az okostelefont. Egy okostelefont könnyű kézbe adni bárkinek, mert látjuk, hogy 2-3 éves gyerekek is már el tudják kezdeni a használatát. Bankszámlát nyitni is lehet mindenkinek, ehhez persze bankrendszerre van szükség, de azt is lehet azért látni, hogy itt is van azért egyfajta nagy ugrás, mert az okos bankoknak a rendszerében nem feltétlenül szükséges, hogy mondjuk a szaharai övezetben bankfiókoknak a hálózatát építsék ki, hanem ezt is internet alapon meg lehet teremteni. És a harmadik elemet pedig a digitális személyazonosságot, azt meg egyszerűen ki kell osztani, igen, hozzá kell rendelni az emberekhez. Hogy látod, hogy így időtávban előre tekintve ez a program, ugye ambiciózus célokat tűz ki, így dátumszerűen is, ez az 5 éves periódusban megvalósíthatónak tűnik?
Hát jó kérdés, mert igazából egy kicsit ezek az ENSZ programok mindig olyanok, hogy kitűzik, és aztán amikor elérnek a határidő végére, akkor összegzik, hogy lényegében semmi sem valósult meg, úgyhogy a következő 15 évre azt tűzzük ki, hogy hogyan valósítsuk meg mégis, és még többet. Úgyhogy ez egy nagy kérdés nekem, hogy ezzel tartani fogják ezt az 5 évet. Viszont úgy látom, nekem legalábbis, ahogy például a saját honlapjáról ennek a programnak tűnt, azért elég ambiciózusan és tempósan fejlesztenek, és egy érdekes új megoldás ez a 50 országgal való együttműködés, mert igazából az is cél ezzel, hogy ahogy az egyes országok dolgoznak a különböző megoldásokon, ezeket megosszák egymással, tehát hozzáférhető legyen, például a technológia nyílt forráskódú legyen, bárki át tudja venni, föl tudja használni, és ezzel az a tervük, hogy ezzel a cél megvalósításához szükséges időt, illetve pénzt, sőt a különböző hibákat is lecsökkentik, és így gyorsabban tud megvalósulni. El tudom képzelni, hogyha esetleg mondjuk 50 országnál nem is, de hogy egy jó részénél ezeknél az országoknak egy olyan előrehaladás fog megvalósulni, ami meg fogja változtatni a világot, és szerintem már csak azért is, mert ahogy mondtam, és nem csak ez az egy program létezik, tehát Brazíliában már megvan a PIX nevű azonnali fizetési rendszer, az észt példa, de talán ők benne is vannak a programban, de náluk már megvan a digitális adatbázis program. Tehát sokféle fejlesztés zajlik, és ez az érdekes, hogy sok különbözőt akarnak megcsinálni valahogy átjárhatóra. Mi a helyzet Magyarországgal? Hát érdekes nagyon ez a helyzet is, mert pont nem régiben volt hír, hogy a digitális állampolgárság program beindul. Igazából már egy pár éve ez lebegtetve van, szerintem, aki az elmúlt 5 vagy nem tudom hány évben csináltatott személyigazolványt, az mind kapott egy érdekes kártyát mellé, amire megmondta az ügyintéző, hogy ezt semmire sem fogja tudni most még használni, de majd egyszer jó lesz valamire. És én úgy tudom, hogy ez is már összefüggésbe áll ezzel, tehát megadtuk az új lenyomatunkat a személyigazolvány készítésnél, és hasonlók. Tehát lényegében ugyanezt a programot valósítja meg a kormány is, csak a digitális állampolgárság program keretei között. Ami nem tudom, hogy hosszú távon jó lesz-e az országnak. Pláne azért, mert igazából, ha belegondolunk, nagyon sok tekintetben jól funkcionáló rendszere van, nem csak Magyarországnak, az egész nyugati világnak. Ezért szerintem fontos lenne, hogy erről több szó legyen, hogy ennek mi a célja, miért szeretnék, pontosan hogyan szeretnék, mert még sok a titok e körül, és ugyanakkor meg ez tényleg mindenkit érinteni fog. Ez egy érdekes dolog, ugye Magyarországot sokan Magyarországra sokan úgy tekintenek, mint amelyik ilyen sok szempontból kilóg ebből a globalizálódó világból, és számos területen szembe megy, ahogy a miniszterelnök is mondta, egy ilyen radikális szemlélettel igyekszik olyan területeken vitákat generálni, ahol egyébként nagyon törekednének a átfogó konszenzusra. És mégis ezekben a digitális fejlesztésekben meg úgy tűnik, hogy Magyarország igyekszik az élenjárók közé tartozni. Te is utalsz rá, hogy ebben az új digitális személyazonosítási koncepcióban egy szemléletváltásra törekednek, mert amikor a 90-es évek elején bevezették a személyi számot, ugye ma már ez is egy érdekes dolog, mert a személyi szám az első jegye, az a természetes születési nemet rögzítette, utána állt a születési dátumból, és aztán egy 4 jegyű egyéb számból, és akkor fölmerült annak a igénye, hogy ez legyen egy ilyen általános azonosító, tulajdonképpen egy ilyen ős digitális személyazonosítónak próbálták bevezetni, és az akkori alkotmánybíróságnak az elnöke, Sólyom László, ezt megvétózta alkotmánybírósági döntéssel, és a mai napig ez egy ilyen alkotmányjogi akadálya annak, hogy mindenütt egy azonos számmal legyenek összekötve az adatok. És ha jól értem, akkor most ezt szeretné a kormány fölülírni. Hát lényegében erről szól ez a digitális állampolgárság program, tehát az, hogy az állam beköltözik a mobiltelefonunkba, ez tulajdonképpen ezt a programot hivatott felülírni. Valóban érdekes ez a kettősség, hogy politikai, ideológiai szinten a kormány szembeáll a globalizációval, szembeáll a nemzetállami lét felszámolásával, és az ehhez kapcsolódó
úgynevezett progresszív társadalmi programokkal, akár a melegházasságnak a házasság nyilvánítása, akár a ehhez hasonló programok, és ugyanakkor meg tényleg nem csak az, hogy egy követni magatartást tanúsít a technológia digitalizáció területén, hanem tényleg igyekszik egy versenyelőnyre szert tenni. Tehát most nem akarok a ellenzéki hallgatók félelmeire rájátszani, de ugye egy pár éve érdekes így volt ez a Pegasus botrány is, ahol izraeli kémszoftvert használt állítólag a kormány. Azóta sem lehet teljesen tudni, hogy most akkor tényleg így volt, vagy nem. De látszik, hogy sok szempontból a kormány szeretne a digitalizáció terén előrelépni, és ezt is egyfajta nemzeti szuverenitási szándékkal teszi, legalábbis állítólag. Tehát most nem jut eszembe a neve, de tehát akár a Vodafone ügylet mentén, amikor igyekeztek megvenni, de más ilyen technológiai cégeknek a fejlesztése terén is nagyon nagy pénzek mennek el. Nem verik ezt nagy dobra, de azt hiszem, hogy 4G, azt hiszem az a neve annak a cégnek. 4G. Tehát oda is elképesztő pénzek mennek, mert szeretne a kormány a régióban, tehát ugye a Kárpát-medence régióban egy olyan versenyelőnyre szert tenni a digitalizációban, ami úgymond a szerepét megerősíti. És lehet, hogy ez a filozófia van ebben is, hogy szeretne beelőzni. Tehát nem azt szeretné, hogy ne a más körök által kiépített rendszert kelljen átvennie, de szerintem ez egy nagyon veszélyes játék, mert ezzel igazából mindazt eredményt, amit elért az elmúlt 13 év alatt a kormány úgymond a globalizációval szembeni harcban, ez szerintem elveszítheti ezzel a digitalizációs előrerohanással. Van ennek a kérdésnek egy másik aspektusa is, ugye amikor a személyre szabott bankszámláknak az igényét fölvetik, akkor az nyilvánvalóan együtt jár a készpénzzel kapcsolatos elképzelésekkel is. És ha ezt a területet nézzük, akkor ebben szintén azt lehet látni, hogy Magyarország elsőben a Nemzeti Banknak a koncepciója az, mintha inkább gyorsítaná a készpénznek a kivonását, vagy eljelentéktelenítését a gazdaságban, és ezt célként is megfogalmazzák. Beszéljünk egy picit akkor arról, hogy ugye sok érv van a digitális fizetések mellett, meghasználjuk is ezt lépten nyomon. Mik azok az gyakorlati árnyoldalai, vagy kockázatai, amelyek egy olyan társadalomnak a polgárait fenyegetik, ahol szinte kizárólagossá válik a digitális fizetés a készpénzhez képest. Egyébként nem csak a Nemzeti Bank részéről látjuk ezt, hanem a versenyszférára nézünk, ott is látjuk, tehát az OTP Bank ezen a digitalizációs forradalomban mindig élen járt. Tehát például a SMS-es értesítéseket a bankszámlákhoz, ezt az OTP hozta be, ez nem Amerikából jött át, ezt az OTP-nek a vívmánya, és az OTP azóta is büszke arra, hogy a digitalizáció vívmányaiban élen jár, és egyfajta trend diktáló közeg, nem pedig egy követő, és nagy kérdés, hogy ennek milyen következményei lesznek, mert a készpénz kivonása, vagy legalábbis fölváltása a digitális fizetésekkel valóban egy sok szempontból nagyon kényelmes dolog, mert a készpénznek fizikai anyaga, fizikai kiterjedése van, és azt el kell vinni, célba kell juttatni elemmel a digitalizációs fizetésekkel otthonról, bárhonnan nagyon gyorsan lehet fizetni. Ez az előnye tulajdonképpen elvitathatatlan a digitális fizetéseknek, viszont az nagy probléma, hogy úgymond nyoma van ennek mindig. Tehát ez az autonómiáját az egyénnek nagyon lecsökkenti, annak ellenére, hogy ezeket a programokat úgymond az egyén megerősítésének, felszabadításának szentelik. Igazából a gyakorlatban ez sokkal inkább az egyénnek egyfajta, hát nem akarom túl dramatizálni, de ez egy rabszolgaság az embernek minden tranzakciója, minden fizetése, minden pénzügyi művelete központilag lekövethető, nyomon követhető. Nem föltétlen azért, mert kedveljük az adóelkerülőket, vagy kedveljük azokat, akik a szürke zónában mozognak, de azért mindig egy jó szándékot feltételezni, akár az államhatalom, akár a
államhatalom fölötti rendszerek részéről szerintem az nagyon nagy naivitás. És szerintem érdemes belegondolni, hogy pont az elmúlt évek egy milyen tapasztalatot nyújtott ezen a téren, hogy meg lehet minden, bárkinek a véleménye az orosz oligarchákról, Abramovicsról és társairól, de az tény, hogy azért nagyon kényes dolog őket hibáztatni az orosz-ukrán háborúért, az orosz offenzíváért, és az, hogy gyakorlatilag a nemzetközi pénzügyi rendszerből kizárták őket, a jachtjaikat lefoglalták, a számláikat zárolták, és már azon gondolkodnak, hogy ebből építik újjá Ukrajnát. Tehát ez egy olyan új trend, amire eddig nem volt nagyon példa, és szerintem nagyon fontos lenne odafigyelni, hogy megvan arra a lehetőség, és ehhez nem kell szegénynek és jelentéktelennek lenni, hogy az embert megfosszák a vagyonától ideológiai, politikai megfontolások alapján. Tehát az a helyzet, hogy a digitális fizetésekkel a legfőbb probléma, hogy igazából senki nem tulajdonos, mindenki hitelben van, akkor is, ha az úgymond a saját folyószámlája, igazából az csak egy hitel. Hallottam egy nagyon plasztikus példát a digitális fizetés kontra készpénz fizetésnek egy további aspektusáról. Valahogy úgy szólt a példa, hogy vegyünk egy 100 forintot, már nehéz példának venni, mert 100 forintért nem tudunk még bevásárlóközpontban mellékhelyiségbe se elmenni, de mondjuk 100 dollárral, ha vesszük a példát, akkor valahogy úgy szólt a példa, hogy 100 dollárral fizett egy ember a fodrásznál, átadja a százat, abból a fodrász kifizeti a villanyszámláját, meg megveszi a következő készlet sampont. Ez a pénz tovább forog, és akiknek kifizette, az tovább vásárol. És akárhány tranzakción megy keresztül ez a pénz, akárhány lépést is tesz meg, ugyanúgy 100 dollár érték marad. 100 dollárért, ha még ha szét is osztódik több felé, igen, akkor is összességében 100 dollárnyi a következő vásárlásnál is 100 dollárnyi értéket lehet rajta vásárolni. Míg hogyha ez egy digitális formában, tehát okostelefonnal fizet az ügyfél, a vendég a fodrásznál, akkor már az első tranzakciónál most egyszerűség kedvére 1 dollárt levesz a bank, meg a szolgáltató, meg a telefonos hálózat, tehát többen is benyújtják a számlát erre. Lehet, hogy kevesebbet, mint 1%, de akár az is lehet, hogy többet. De mondjuk itt a példánál marad mondjuk 1%-ot, és akkor ez tovább megy, tulajdonképpen a századik ilyen tranzakció révén, amikor századszor cserél gazdát ez a 100 dollárnyi összeg, gyakorlatilag már nem marad belőle semmi. A gazdaság fölszívja, és eltűnik a gazdaságból. És ez én átgondoltam, közgazdász végzettségem van, átgondoltam, hogy ez valóban egy gyökerestül fölforgatja, tehát ebből a szempontból gyökerestül fölforgatta a gazdaságot ahhoz képest, amikor a fizetések reál alapon, készpénz alapon történtek. És időnként vannak ezeknek a nemzetközi szervezeteknek ilyen őszintességi rohamai. Például a Világgazdasági Fórum 2018-ban az egyik dokumentumában azt írta, itt a témánkhoz kapcsolódóan, hogy a digitális identitás határozza azt meg, hogy milyen termékek, szolgáltatások és információkhoz férhetünk hozzá, vagy ellenkezőleg fordítva, milyenektől zárnak el bennünket. És azt gondolom, ez egy őszinte mondat, mert hogy itt nem csak arról van szó ennek a történetnek az eredmények, vagy ennek a progressziónak az eredményeképpen, hogy mi mindenhez juthatunk hozzá, plusz szolgáltatásként kéne, stb., hanem hogy gyakorlatilag átadjuk a lehetőséget arra, hogy ebből a rendszerből valamilyen megfontolás alapján kizárjanak bennünket. Valóban, hát nem kell túl gondolni, igazából innentől csak akarat kérdése, hogy az az előnyünkre, vagy a hasznunkra, tehát az előnyünkre, vagy a hátrányunkra használja az, aki működteti ezt a rendszert. És pont ez egy probléma szerintem, hogy sokan a kényelmet egy ilyen feltétlen szempontnak tekintik, és mert ezen keresztül lehet csalogatni az embereket, mert ahogy te is elmondtad ezt a példát, hogy a digitális fizetések hogy aprózzák el az ember pénzét, de ennek a rendszernek az építői figyelik, és akarnak rajta fejleszteni, tehát például ez szerint, az új rendszer szerint már ilyen nem lenne. Tehát ez olyan lenne,
ahogy mint az infrastruktúra többi része, hogy ezért nem kell külön fizetni. Tehát a lakosságnak nem kellene fizetnie azért úgymond, hogy használja a rendszert, tehát nem jönne le belőle pénz, hanem egyenesen annak megy, aki használja. Ugyanúgy, ahogy általában az utakat most az autópályadíjaktól eltekintve. De ez nagyon érdekes, hogy a kényelmi szempontokat erősítik, ezen keresztül mindig próbálnak fejleszteni, és ahogy te mondod, igazából azért ebben megjelenik nagyon hamar az, ezt nem nyomják az arcunkba, hogy kontrollálható lesz a pénzügyi tevékenységed, vagy a gazdasági tevékenységed, de azért gyakorlatilag magától értetődően benne van. Ugye akik használunk közösségi médiát, és nagyon sokan, de másoknak van az a tapasztalata, hogy hát ennek a rendszer, ebből a rendszerből is ki lehet záródni. Itt a heteknél többünknek van olyan Facebook figyelmeztetése, ami ilyen utolsó előtti enyebenye, és azzal fenyeget, hogy megszüntetik a fiókunkat. Vannak olyan szerkesztőségek, amelynek épp az elmúlt héten például a Pesti Srácoknak egy 120 ezeres követői táborra rendelkező Facebook fiókját, Facebook oldalát szüntették meg véglegesen, és rendszeresen lehet ilyen hírekről hallani, amire nyilván ugye lehet azt mondani, hogy hát ez a média is, mindenki végül is Facebook nélkül is van élet. Nyilván már egy médium esetében, egy szerkesztőség esetében azért ennek már nagyon komoly gazdasági letülete is vannak, nem beszélve arról, hogy egyébként a Facebook, amíg egy ilyen nagy követőtáborra rendelkező oldal fölépül, örömmel és zokszó nélkül elfogadja a beforgatott hirdetési bevételeket, amit aztán egy tolvonással utána meg is szüntethet. De ez az életnek egy szelete. De tulajdonképpen itt ebbe az idézett világgazdasági fórumos mondatban is azért fölvetve annak a lehetősége, hogy hát ha ez a rendszer kiépül, és nem csak 50 országban, hanem mondjuk globálisan, és mindenki be lesz kötve ebbe, akkor innen kezdve megteremtődik annak a lehetősége, hogy valamilyen szempontból nem kívánatos állampolgárok részben vagy teljességgel kizáródjanak ebből a rendszerből. Szerintem ez nagyon könnyen el tud jönni benne. Pontosan ez a példa, amit te mondasz, hogy nem csak a hetek, hanem más sajtótermékeknél, meg egyáltalán ugye ezzel az álhírekkel szembeni küzdelemnél ez nagyon megjelenik, ez a kontroll. És nagyon érdekes, hogy mennyire úgymond eltorzult a gondolkodás ebből a szempontból, hogy 100-200 éve senki nem gyötrődött ennyit az álhíreken. Mindenki tudta ezt kezelni, mindenki tudta, hogy igen, mennek az álhírek, igen, a sajtóban nem csak tájékoztatás zajlik, hanem doktrinálás is, és ezzel együtt tudtak élni, és emellett nagy formátumú személyiségek fel tudtak nőni, nagy technológiai innovációk tudtak jönni, és az emberek tudták az életüket élni. Ehhez képest most úgy kezelik az álhíreket, mintha ez egy olyan elviselhetetlen dolog lenne, amit feltétlen meg kell szüntetni, és hát igazából az ember végig gondolja, hogy jó, de ennek mentén gyakorlatilag minden külön vélemény is az álhírek kategóriájába kerül, aki csak egy picit eltér a mainstream állásponttól, az már veszélyezteti, hogy konteósnak minősítik, és korlátozzák, és pontosan ez az, hogy nem föltétlen tehát nem elsősorban, hiába egyfajta biztonságérzetet akarnak megteremteni, nem, ez egy olyan törvénykezés, úgymond, ami nem a bűnözőknek, nem a törvénytelenek lesz a legrosszabb, mert ha nem is tudják, általában ki lehet mindig játszani valamit, de az általában a bűnözőknek megy. Az első számú áldozata az ilyen kontrolláló jellegű újításoknak általában az, aki soha semmi rosszat nem tesz, de mondjuk van egy külön véleménye attól, ami a hivatalos. És nagyon érdekes, tehát nem csak maguk a fizetések területén jelenik meg ez, mert talán ezt kicsit nagyon sokat tárgyaltak róla már az emberek, anélkül, hogy konkrétumokat mondtak volna, ezért már legyint mindenki. De engem például én nagyon megrázónak találtam azt, hogy ennek a 15-5 programnak a keretében, például Norvégiában azon dolgoznak, hogy úgymond az illegális, bejelentetlen halászatot visszaszorítsák, és erre is fel akarják használni ezt a digitális infrastruktúrát. Például úgy, hogy ki akarnak alakítani egy olyan lehetne ezt jól mondani, egy ilyen fogás meghatározó rendszert, hogy a hajókra telepítenek olyan digitális eszközöket, amik a fogást azonnal elemezni tudják,
és tehát vizuálisan képesek beazonosítani a mennyiséget, a halaknak a fajtáját. Lényegében, ha ez kiépül, egy darab halat nem lehet kifogni Norvégia partjainál, úgyhogy az a rendszerben ne jelenne meg. És ez is olyan, hogy ezt megosztják, hogy használja más is, akkor majd ezt meg tudja Japán is csinálni, Egyesült Államok is csinálni, és hát azért gondoljon bele a kedves néző, hogy azért a maga szintjén ez mit jelentene, hogy akár ha kisvállalkozó, akár ha bármilyen más munkát végez, gondoljon bele, hogy annak minden egyes eleme, minden egyes része elemezve, követve van. Ez azért óriási kontrollt jelent, és hát bármilyen módon a büntetést, tehát például az államhatalom részéről a büntető eljárásokban óriási nagy lehetőségeket nyit. Tehát egy szankcionálási lehetőségé válik a munka tevékenységének az ellehetetlenítése, a számláinak a befagyasztása, vagy bármilyen más módon a társadalom, tehát ami digitális, az sokkal könnyebben korlátozható, sokkal könnyebben szankcionálható. Erről a norvég orvhalász példáról jutott eszembe az, hogy így külön-külön elemenként érdekes módon a legváltozatosabb helyeken bukkannak föl ilyen elképzelések. Ugye nyáron volt arról hír, hogy itt Magyarországon a vendéglátóipari egyébként egységekben, de nem csak éttermekben, hanem egészen a büfékig bezárólag, valós időben jelenteni kell a vendégforgalmat, hogy melyik idősávban, hányan, egyedül, társaságban, hogyan veszik igénybe az adott létesítménynek a szolgáltatásait. Aztán talán valamennyit, elég nagy felháborodás volt belőle, mi is írtunk róla itt a hetekben, valamennyit visszavettek belőle, de maga az ötlet az, hogy az állam úgymond szolgáltatás, ilyen fogyasztóvédelmi szempontokból, szolgáltatás színvonalának a javításából, fejlesztési céloknak a hatékonyabb előkészítése, mindenféle ilyen dolgot hozzá lehet kapcsolni, de valójában az életnek minél nagyobb területére, minél átfogóbban és minél inkább valós időben rá szeretne látni. És ezek ilyen külön-külön elemek, amik, ha jól értem, akkor ebben a koncepcióban is azért te is azt látod, leginkább veszélyesnek, hogy ezek a külön-külön elemek aztán egyszer csak összekapcsolódnak egy valamilyen magasabb szinten. Abszolút. Ez nagyon jó, hogy ezt eszembe jutottad ezt a példát, mert valóban itt is meg lehet figyelni kicsiben, hogy mi zajlik, hogy egy ilyen szómágia veszi körül az egészet, az egyénnek, a fogyasztónak a védelméről, megerősítéséről, a támogatásáról szól, és igazából egy borzasztó nagy kontrollt jelent. És ahogy mondod, tehát én még csak nem is annyira, tehát nem attól aggódom, hogy majd a Rogán Antal minden tranzakciómat figyelni fogja, mert ez sem a legjobb kimenetel, de ennél sokkal rosszabb valóban, például, ha már belegondolunk, hogy Európai Uniós szinten ez a kontroll megvalósul, és hát ki tudja, még az se kizárt, hogy annál magasabb szinten is, ha nem is most rögtön, nem is máról holnapra, de azért ez meg tud valósulni, mert akkor tényleg igazából egyre kisebb a lehetőség arra, hogy az állampolgárnak a visszajelzése érvényesüljön, tehát még a magyar kormány szintjén meg tud ez valósulni, hogy egy pár hetes közfelháborodás legalább egy valami moderációt kivált az államhatalomból, de azt láthatjuk, hogy lehet jobbra-balra tiltakozni, az már az Európai Uniót nem nagyon hatja meg, ha meg még annál magasabb szintre lépünk, akkor meg igazából föl se tűnik. És szerintem ezért erre nagyon fontos odafigyelni, hogy pontosan ezt a fajta szómágiát már meg kéne tudnia fejteni szerintem, mind a előbb említett digitális bevándorló és benszülött generációknak. Tehát most már szerintem nem nagyon lehet azzal védekezni, hogy nem tudjuk, nem ismerjük, nem látjuk. Most van szerintem egy olyan történelmi idősáv, amikor már lehet látni, hogy mire megy ki az egész, de még talán lehet tenni ellene. És ezért szerintem fontos lenne, hogy sokan úgymond ezt végre eszméljenek. Nem csak ezen a területen, más területeken is, hogy nem egy normális, nem egy jó szándékú állapot fele halad a világ. És ez ellen tenniük kell, mert különben ez előbb-utóbb meg fog tudni valósulni méghozzá akadálytalanul. És ebben nem biztos, hogy segítség az, hogyha a magyar kormány megpróbálja ezt megelőzni és ebben előre szaladni, mert pont ez a lényeg ebben, hogy ilyen mozaikosan fejlődik, sok kicsi különböző, de valahogy mégis össze tud állni egy nagy egészé.
és biztos, hogy megvan ennek a technológiája, vagy meg lesz ennek a technológiai háttere. Úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne Magyarország szintjén is, de máshol is ezzel szemben komolyan fellépni. Az átlagembernek nem egy ilyen új gépromboló mozgalom szintjén, tehát nem magát a digitális eszközöket, legalábbis most ez nem föltétlen lenne jó megoldás, ha ezt akarnák pusztítani, de nem föltétlen helyes dolog az, hogyha egy olyan rendszerre akarják ezt tenni, ami ugyan nem elvileg nem kötelező, de kimaradni belőle borzasztó hátrány, benne lenni pedig egy nagyon nagy kontroll. Ugye van egyetemistaként is, meg így a médiában való forgódásod kapcsán is, van rálátásod a saját korosztályodnak egy szélesebb körére. Hogy érzékeled, hogy ezek a aggodalmak mennyire foglalkoztatják így a mai 18-25-30 éveseket? Hát nem nagyon, szerintem. Nem nagyon. Akit foglalkoztat, az kicsit belehabaradik. A nagy többséget pedig nem foglalkoztatja. És pont azért, mert nem csak ez a szómágia veszik körbe, hanem egyáltalán az egész kultúra egy ilyen altatásra van felépítve. A szórakoztatóiparnak, a közösségi médiának az egész rendszere igazából szerintem az egyik legkárosabb hatása a konkrét egyedi eseteken túl az, hogy egy általános tompaságot, érzéketlenséget és az eseményekre való rezignáltságot hoz létre. Tehát az embereket annyira túlpörgeti, és olyan sok intenzív élményt ad nekik, hogy egyszerűen legyintenek mindenre. És ami a konkrét megélhetésüket, vagy kényelmüket nem zavarja, azzal nagyon nehezen tudnak foglalkozni. Tehát ez a lét határozza meg a tudatot kategória, hogy ameddig nincs az ajtóban valamilyen probléma, addig nem tesznek ellene. Ha ott van, akkor már megy a sikítozás, főleg ha a kényelmet érinti, de egyébként semmilyen előrelátást nem nagyon látok sok embernél. Tehát az, hogy tervezni a jövőjét, gondolna arra, hogy pontosan milyen világ lesz az, amiben neki föl kéne nőni, vagy a felnőtt életét meg kéne valósítani, a konkrét anyagi étkezés és egyéb megfontolásokon túl erre a figyelem nem terjed ki. Igen, így ahogy beszéltél, jutott eszembe az, hogy mondtad, hogy a szórakozáshoz való hozzáférés a leginkább érzékeny pont. Ebből a szempontból mondjuk a streaming szolgáltatók rendkívül nagy szolgálatot tesznek a készpénz visszaszorítása és a digitális fizetés mellett, hiszen ha jól tudom, akkor se Netflixre, se HBO-ra, se Disney Plus-ra semmire nem lehet készpénzért előfizetni, csak digitálisan. Nem. Valóban. Tehát az egész világrendszer ebbe az irányba mutat. Tehát a szórakoztatóipar az csak az egyik szelete, de a sok más része is ebbe az irányba halad, ebbe az irányba mutat. És ahogy mondod is, tehát a streaming, a sorozatok, filmek, ez is nagyon nagy eszköze annak, hogy az emberekben ezt a tompaságot létrehozza. És persze ebben nem csak lustaság van, hanem bizonyos szempontból szerintem kilátástalanság is, tehát én úgy látom, hogy a legtöbb embernél a szórakozás menekülés. Mert valóban nem egy kellemes dolog egy ilyen világban gondolkodni, mert az ember hamar komor következtetésekre jut, ha csak így természetes szinten nézi, hit nélkül, reménység nélkül, és ez egy nagyon rossz ördögi kör, hogy a rossz körülményekre jön a védekezés reakcióként a szórakozás pedig egy olyan tompaságot, egy olyan bágyadságot hoz létre, ami gyakorlatilag a legjobb táptalaja annak, hogy a körülmények még rosszabbá váljanak. Ebből a szempontból lehet, hogy akkor egy háromnapos áramszünet, az nagyon sok embert ráébresztene arra, hogy mennyi minden nem működik áram nélkül, és mennyire ki van szolgáltatva a saját magunk által fölépített digitális civilizáció, mennyire törékeny és mennyire kiszolgáltatott akár természeti katasztrófának, vagy ne adj Isten háborúnak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Beszélgessünk máskor is. Ez rendben. Azt gondolom, hogy a heteknek is az egyik missziója, és többek között azért is tartjuk meg a tudatosan a papíralapú megjelenést is, nem azért, mert valami fajta nosztalgiából, mert hogy így indult el az újság, hanem azért, mert egyrészt
Ahogy itt most ebbe a beszélgetésbe is egy papíralapon megjelent cikk indult el, és azt gondolom, hogy akár mi másként is beszélgettünk volna, hogyha ugyanezt a cikket te online jelenteted meg, és az olvasó beleértve engem, és 2 perc alatt átfutjuk, és utána kattintunk tovább, még egy nyomtatott formában egyszerűen a gondolkodás is másként működik. Szakemberek meg tudják mondani, hogy maga az agy is másként működik, amikor offline olvas, úgyhogy írjál továbbra is, kérlek. Feltétlenül. És beszélgessünk is legközelebb. Rendben, is. Nagyon köszönöm a meghívást. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy most már közel 50 000-en feliratkoztak a csatornánkra. Várjuk önöket naponta interjúkkal, hírösszefoglalókkal, rendkívüli hírekkel. Elindult a Heteknek az angol nyelvű csatornája és a Hetek World. Többek között Robert C. Castelnek az angol nyelvű előadása is megtalálható ezen a csatornán. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is a viszontlátásra.